Vajon találok kiúzókat az Emplini hegységbe? Hamarosan kiderül. Európa legnagyobb macskája, a hiúz, az Magyarországon őshonos állatnak számít, azonban rejtőzködő életmódot él. Az Aggteleki Nemzeti Parknak a kamerája azonban rögzített néhány friss képsort róla. Úgyhogy el is indultam, hogy a Nemzeti Park munkatársai megmutassák azt a helyet, ahol ez a ritka állat él. A Zempléni Tájvédelmi Körzetben járunk, többek között Szabó Ádám nagy ragadozó kutatóval. Hogyan tartjátok számon a hiúzokat Magyarországon? Igazándiból egyes élőhelyeket próbálunk úgymond lemonitoringozni, és dokumentálni, hogy előkerült ott az állat, vagy nem került elő, mikor volt. Az egyes fotókat, vagy kameracsapdás felvételeket próbáljuk összehasonlítgatni. Ádám az egyik olyan kamerához is elvezetett, ami a hiúzt is lencse végre kapta. Minden nemű mozgásra bekapcsol, és videóra van állítva, tehát 20 másodperces videókat csinál, és most megnézzük, hogy az elmúlt időszakban milyen felvételeket csinált. A felvételeken szarvasokat, vaddisznókat és rókákat is találtunk most. Hiúzt azonban nem. De miért is? Becslések szerint 10-20 hiúz él itt az északi középhegységben Magyarországon, ezért is ritkaság, hogyha ember találkozik velük. Honnan lehet gyanítani, vagy tudni, hogy itt mozog az állat, vagy az állatok? Tudni kell az állatnak a úgymond fejével gondolkodni, hogyha én közlekedek, akkor hol mennék. Ez ismerni kell az állatnak a fajra jellemző tulajdonságait, illetve sok esetben magának, annak az egy állatnak az egyéniségét. Mert hogy gyakorlatilag hány hiúzról is beszélünk? Tehát egy darab hiúzról beszélünk? Egy állatról beszélünk, igen. Szeretnénk, hogyha ez az állat vállalná azt, hogy ráhelyezzünk egy műholdas nyomkövetőt, legalább egy szűk éven keresztül viselni ezt a nyakörvet, és akkor ez alatt az egy év alatt gyakorlatilag minden percéről volna információnk, egyrészt, hogy hol tartózkodik, tehát helyileg, mivel táplálkozik, mennyire intenzíven mozog, hol találkozhat esetleg fajtársaival, mondjuk párzás időbe, vannak-e kölykei, ugye azt nem tudjuk még erről az állatról, hogy hím vagy nőstény, gyaníthatóan kandúrról van szó, de nem tudjuk még biztosan. És vajon hogyan szeretnék ráhelyezni a nyakörvet? Csapdát állítunk neki. A csapdán van egy jeladó, egy műholdas jeladó, ami SMS-t, illetve e-mailt küld. Mi itt vagyunk a közelben, én kint szoktam aludni ilyenkor, és akkor gyakorlatilag nagyon rövid időn belül ott vagyunk a helyszínen, elaltatjuk az állatot, a szükséges testméreteit dokumentáljuk, lemérjük, lefotózzuk, gyakorlatilag egy 15-20 percen belül rajta van a nyakörv, és mehet tovább, folytathatja az életét, amit most már akkor mi is tudnánk nyomon követni. Tehát ez volna a cél? Ez volna a cél, igen.